kedves gyerekek, kedves felnőttek, ugye tegnap egy nagyon izgalmas dolog történt Csíksomlyón. Pápa úr, Ferenc pápa írt egy szép levelet, és Jakob Ili érsek atya elment, és szépen azt fel is olvasta. És azt mondotta, hogy igen, gratulál a mi népünknek, hogy ilyen nagyon szeretjük a szűzanyát, és hogy van Csíksomlyón egy olyan szobor, amelyik betöltötte az 500 évet. A kegyszobor, a nagy kegyszobor bizony 500 évvel ezelőtt került oda. És ezt jó tudni, hogy egész évre, hogy mondjam, egy ilyen Máriás szent évet hirdetett. Hogy nem csak Csíksomlyón lehet ünnepelni, hanem egész Erdélybe. De aki a Somlyóra elmegy, elzarándokol, imádkozik, kicsit szentmisén vesz részt, gyónik, áldozik, az egész évben minden egyes nap teljes búcsot nyerhet. Hihetetlen nagy lehetőség. Új életet kezdhetünk. Most a kérdés az, hogy ugye ilyenkor, tanév elején is, ugye fájdalmas szűzanya napja van, miért lehet példakép egy tanévet kezdő gyerek? Ugye a szűzanya leült, jött az angyal, 16-17 éves lehetett, hogy mennyit beszélgettek, közben ittak egy kávét az angyallal, nem tudom. Valószínűleg egy 10-15 perc alatt megbeszélték, na jó van, dur belé a közepébe, meg kéne váltani ezt a világot. Mária rajtam nem fog múlni, én oda teszem a csontot. És tényleg vállalja a kis Jézust, megszületik, és tudnak egy új világot teremteni. És milyen szép, hogy a szűzanyához nem kell hetente, havonta, két hónaponként lerohanjon az angyal, mert Mária sír, kiborul, nem érti, most mostanában gyerekre milyen ruhát adjak, hogy a kis Jézusnak most igazából megy ez a tejpor, vagy az kellene menjen. Nincs ilyen hiszti. Egyszer igen mondott, és megy előre szűzanya. És valami nagyon szépet, valami csodálatos hoz létre. Összeszedni a környezetéből mindazokat, amiket vannak, dolgoznak Józseffel. Kötnek, fonnak, szőnek, ruhát csinál a kis Jézusnak, enni ad a kis Jézusnak. Nem nyafog, hogy a mennyei atya küldjön neki már valami kis bluzocskát, meg mosószert, meg nem tudom. Csinálja, Szűzanya. Aztán 82-ben, 32 évvel ezelőtt egy sima fiatal énektanár volt, akit kineveztek Szentkeresztbányára, Szentegyházas faluba, Vlöjc a mai néven. Hát ott elkezdett ő is zenét tanítani. De második évre olyan tehetséges volt, olyan ügyesek voltak a gyerekei, hogy több mint 100 gyereket szépen székelyruhába felöltözve elvitt, a kommunista időben be Szeredába, két busszal, és egy olyan előadást adtak a kultúrházba, hogy mindenki tapsolt állva. Énekeltek a gyerekek, hát hangszeren játszottak, filharmónia, zenekar, énekkar. És elindult a, hát ugye úgy mondják ennek, hogy Fili, elindult a világhódító útjára. Ez az egyszerű zenetanár tényleg képes valami olyasmit létrehozni, amivel az idén is elmentek Svájcba, nyugat, egy énekterem volt az osztályban, az iskolában, de ez egy olyan szálloda. És szépen dolgoznak. Most ezelőtt két évvel volt a 30 éves születésnapja ennek a, hát ennek a hosszú idő, akik énekeltek legalább, mit tudom én, 2000 ház, amelyiket ne lett volna zászló. De olyan falu is, olyan ház is volt, aminek 6-7-8 zászló volt. De ugye nagymama is, az unokák is, a gyerekek is énekeltek, zenéltek ottan, és hát megérdemelték, hogy kapjanak ilyen zászlót. Félelmetes, nem? Ez az ember semmiből, egy egyszerű tanárként nekiállt, és elkezdett próbálni a gyerekek. Nagyon magasra adta a mércét. Összejött neki.
De nem csak zenélnek, hanem például megvettek egy falusi házat, a falu legszebb házat, csodálatosan felújították. Hátul a csűrbe kalandparkot rendeztek be. Tehát ahol a gyerekek szórakozhatnak. Minden össze például huszár toborzó van. Men a zenekar, a rezes banda, mennek a huszárok, és csalogatják, hívják a gyerekeket, felnőtteket huszárnak, a gyerekeket meg kórustagnak, meg zenekar tagságnak. Van nekik jelvényük, zászlójuk, ruhájuk, minden. De a budapesti parlamenttől lefelé, vagy mit tudom, a brüsszeli, hogy mondjam, strasbourgi nagy, hát központi irodákig mindenütt ismerik őket, és mindenütt énekeltek és zenéltek. Én jártam abba a múzeumba, múzeum szállodájukba. Mindenki van festve, ott nincs egy szék, egy asztal, amit ki ne festett. Minden nyáron tartanak ilyen, hát bútorfestő tábort. Érdemes ugye az interneten rámenni arra, hogy Szentkeresztbánya filharmónia. És biztos, hogy rengeteg kép van, és csak nézed, hogy egy ember, aki akart valamit, mit meg nem tudott valósítani. Aztán ő után ez a Sándor Csaba, balánbányai tánctanár. Itt Attilának, aki itt a téglásban az igazgató, neki osztálytársa volt Remetén, Gyergyó Remetén. Az is kikerült. Ő, hát mérnök emberként, geológusként került oda, de nagyon szeretett táncolni, aztán végül átkerült a tanügybe, és elkezdett foglalkozni a gyerekekkel. Több száz gyerekkel táncol, kardaróba is tőle tanulgatta ezeket a dolgokat. Domokosi gyerekek is benne vannak. Nem tudom, hány kiszálláson voltak, hány helyt a hosszú évek alatt. Tehát az ember megnéz egy videót, hogy beszél a gyerekeknek, hogy magyarázza, érzed, hogy bingo, ennek igaza van. És tényleg azok a gyerekek mennek éjjel-nappal hozzá bármikor, mert szépen tud foglalkozni vele. És olyan dolgokra tudja megtanítani, hogy bajnokok lesznek. Bárhova elmennek, ugye ez a repülpáva, ott is díjat nyertek, közösségdíjat, vagy milyen díjat. De máshol is, ahol megjelennek, ott az emberek állva tapsolják őket. Miért? Mert dolgoznak, mert oda teszik a csontot. És harmadiknak ugye ezt a kedves Vera nővért és Gabriella nővért kértem fel, hogy beszéljenek. Hát, mondjam őszintén, szem szárazan nem maradt. Két pedagógus, mind a kettőnek Magyarországon nagyon jó állása volt. Debrecenbe, Svetićbe, minden megvolt, fizetés, minden. Ott hagyták, és eljöttek Szovátára. Szováta mellett, kis falvukban, Mikháza, Remete, Köszvényes, ezekben a kis falvakban szépen elmentek, és a gyerekeket próbálták magukhoz édesgetni. És azóta is 10 éve ez folyik, 11. éve, minden évben nagyon szép eredményeket érnek el. Tavaly előtt ki voltak Olaszországban, elsüllyedtek. Ezelőtt 2 évvel ki voltak Bécsben, ott is elsüllyedtek. És akkor ugye Katicát közben azért kérdezem ott hátul, hogy mit csinál. Igen. Na, tehát az idén ki voltak Svájcba, és állva tapsolták úgy, hogy ott volt például a párizsi zeneiskolának a nagy kórusa, meg ott volt, mit tudom, Buenos Airesből, meg Kanadából, meg máshonnan komoly zeneiskoláknak a nagy gyermekkórusa. És hogy nem, ezek az egyszerű falusi székely leányok, fiúk elhozták az első díjat onnan. Nem azért, mert lefizették, hanem olyan szinten, olyan ügyesen tudtak énekelni. Nincs Vera nővéréknek fizetésük erre. Nincs épületük.
Hol ebbe a kultúrházba, hol abba a tordaterembe tartsák a próbákat? Működik. Miért? Valahogy ki tudják hozni, mint pedagógusok a gyerekekből ezt a csodálatos, szép hangot. Olyan döbbenetes látni azt, hogy olyan nap is van, 7-8 órát próbálnak. Tábort szerveznek, és a tábor abból áll, 7-8 órán keresztül énekelnek. A nyáron elvittem, ugye, mert nincs pénzük, nekik sincs, nem csak nekünk. És akkor kitalálta, hogy menjünk el Budapestre, a Balaton mellé, 8 városban megszervezték, és tartottunk szentmisét. Én végig prédikáltam, vittük a Csíksomjai Szűzanyának a szép szobrát, kiraktuk, a gyerekek ott álltak az oltárnál, hátul szépen félkörben. Szentmise minden énekét ők énekelték, nagyon csodálatosan, nagyon szépen. Volt, hogy 30-35 fokos meleg volt. Hát én azt hittem, hogy mint a kukta elkezdek mindjárt fütyülni, egy gyerek se nyafogott. Mise végén tartottak egy szép koncertet, utána szépen kettős sorba kimentek, és a templom előtt elkezdtek énekelni népdalt. És akkor az emberek jöttek ki, akkor kint, mint az angyalok olyan szépen énekeltek. És tényleg összegyűlt egy csomó pénz, Istennek legyen hála, felépítették a falakat, fundamentumát télen, ki volt tavasszal, ki volt öntve. Most rakják a gerendákat, be akarják födni a kis pacsirta fészküket, amit Szovátán építenek. Valaki dolgozik, valaki magasra rakja a mércét, valaki küzd és el tudja érni. Most én az a kérdés, hogy én tanév elején én milyen magas rakom a mércét? 5-ös, 6-os az jó lesz neked? Vagy csak éppen csúszok át egyik évről a másikra? Hova rakom én a mércét? Mindig azt mondják, hogy nem lehet. Ugye Kolozsi Noéminek az idén 3 lánya érettségizett, és mind a 3-nak sikerült. Mégiscsak valahol lehet, nem? Átvenni azon a fránya érettségén, igaz? Lehet mondani, hogy nehéz, hogy sokan vannak, hogy gond van. Kérdés az, hogy benned van egy tűz. Raksz-e arra a tűzre fát? Lelkesíted-e magadat? Akarsz-e neki menni? Szeretnéd-e azt, hogy neked, mint nevelő az a családodban, mindenki 10-es tanuló legyen? Ennél alább nem adjuk ki. Hát, ha a szüleitek azt akarták volna, hogy szórakozzatok, nyaraljatok, akkor a Disneylandbe vittek volna, nem? Ide hoztak egy iskolához. Miért? Mert azt szeretnék, hogy tanuljon. Igazán. Eredményeket érjetek el. És itt nem az a kérdés, hogy nehéz-e vagy nem nehéz, mert egyeseknek nem nehéz. Ha olyan nehéz lenne Szentkeresztbányán, akkor minden gyerek nem énekelne, nem? Ha olyan nehéz lenne Vera nővérék, egy egyszerű kis faluból szedik össze a gyerekeket, nem egy országnyi területről, nem egy nagyvárosból. Ott abból a kicsi faluból alig vannak 300-400, és összeszed annyi gyereket, hogy el tud menni velük, és tud eredményeket elérni. És nem mondhatjuk azt, hogy a mikháziak azok harmadik generációs értelmiségiek. Voltak olyan gyerekek, akiket a Balaton partjára nem akartak elengedni, mert nem volt aki odahaza disznóra ügyeljen, aki odahaza segíjen kapálni, ezt-azt csinálni, és nem lehet, nem mehet el. Tehát a gyereket igen, el kellett kérenzetetni attól, hogy ne a disznókra ügyeljen, hanem menjen el Svájcba, már aztán, hogy nyerje meg azt a díjat, nem? Én hiszem azt, hogy az itteni gyerekekben is benne van a bajnok, benned van, ott van. Akarod-e, hogy kijöjjön? Vagy ilyen langyos, teszem ide, teszem oda, valahogy majd csak elterik ez a hét is, esem ezek a pad alatt, nem tudom, játszok, te életedről van szó. Lehetsz bajnok, és lehetsz egy ilyen retardát, ugye mondaná a román, nem?
Azon oda az egy 1-től 10-ig egy ilyen, de egy hőmérőt. És húzd be azt, hova rakod te a mércét magadnak. 2-ös, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, vagy a 10-es. Oda, megfelül. Az az én célom. Azt szeretném elérni. Hogy őszinte legyek, a 21. tanévet kezdem, és nem érzem úgy, hogy kiégtem volna. Úgy érzem inkább, hogy megértem valamire. És hogy őszinte legyek, én azt szeretném, hogy minden egyes beszédem, minden egyes könyvem, amit írok, és főleg minden egyes gyerek, akit nevelek, minden egyes drága kollégám 10-es legyen. Ennél alább nem szabad adjuk. Mert te is az elmész az üzletbe, cipőt akarsz venni, nem azt nézed, hogy egy harmadosztályú kis surranót, hanem azt szeretné, hogy neked egy márkás, ügyes, nagyszerű cipőd legyen, nem igaz? És ha fajlaltot kérsz, akkor is nem azt mondod, hogy leszállított árujel, hogy mondjam, second hand fajlaltot kérek szépen, hanem egy igazi jó, finom fajlaltot szeretnél, a legfinomabbat, nem igaz? Hát legyél te is a legfinomabb, a legügyesebb, a legnagyszerűbb diák. Tudsz venni? Akarsz lenni? Ez a nagy kérdés. Hát én drukkolok, ezt a szentmisét azért ajánlom föl, hogy itt mindenki a mércét rakja a plafonig. Hogy bízzunk egymásba, bízzunk magunkba. Én hiszem, hogy Déván minden megvan, és a Szent Ferenc Alapítvány minden házában megvan ahhoz, hogy bajnokok legyetek. Szerintem tananyagban, ruhában, élelemben, mindenben, mindenkinek mindene megvan ahhoz, hogy tényleg bajnok legyen. Tüzet a szívedbe te kell rakjad. Szűzanya, akkor nem lenne fájdalmas szívű, akkor lenne örömteli szívű, ha azt látna, hogy az ő gyermekei haladnak, kibontakoznak, növekednek. Hát adjuk meg ezt az örömet a szűzanyának, és tényleg kezdjünk el egy olyan tanévet, ahol mindannyian szép eredményeket fogunk elérni. Adná az Isten, hogy itt Déván, de Szent Ferenc Alapítvány minden egyes házába, minden egyes gyerek eredményes, szép, örömteli, boldog tanévet kezdjen. És azért is imádkozunk, hogy minden egyes nevelőnő rázza egy cseppet meg magát. Öntse nyakon magát egy vider hideg vízzel, hogyha ne talál elaludt. Fogja meg a gyerekei kezét. Így is úgy is eltelik ez az év. De hogyha jó jegyekkel, eredménnyel fog eltelni, higgyétek el, mindenki sokkal boldogabb lesz. És szegény, ugye, néztétek a világbajnokságot, a brazilok, hát ők is ugyanannyi időt futottak, szaladtak, mint a németek. Valószínű kilométerbe szintén ugyanannyit. De a németek 7-1, örömmel jöttek le a pályáról. A braziloknak elég gáz volt, nem igaz? Tőled függ, hogy bajnok leszel, vagy vesztes. Hát én azért imádkozok, hogy bajnokok legyetek. Hogy gólt rúgjatok, hogy eredményeket, pontokat érjetek el. Hogy büszkék lehessenek a nevelőitek, és mindannyiatok rátok. Anna az Isten, hogy így legyen. Amen. Testvéreim, csendesedjünk el, fogalmazzuk meg kéréseinket 2014-15-ös tanévre. Mennyei Atyánk, áld meg Ferenc pápánkat, oly sokat szorgalmaskodik a békéért, add, hogy lelkipásztori céljait mindadjunk javára valóra tudja váltani. Különös szeretettel imádkozunk az 500 éves Csíksomlyói Szűzanya tiszteletére meghirdetett Máriás jubileumi év sikeréért. Add, hogy ebben az évben minél többen megtapasztalják Isten szeretetét, gyógyító jelenlétét, és bűnbánatot tartva, újjászületve,
eredményes, szép életet éljenek. Imádkozunk a Dévai házért, annak mindegyes munkatársaiért, nevelőkért, tanárokért, diákokért. Imádkozunk a Szent Ferenc Alapítvány többi házáért is, ad, hogy mindenütt eredményes, gyümölcsöző, szép munka folyjon. Különös szeretettel imádkozunk azokért a tanárokért, akik itt Déván, de Erdély szerte többi házakba is diákjainkat, gyerekeinket nevelik, tanítják, áld meg őket. Adj nekik erőt, hogy eredményes, jó tanárok legyenek. Mennyei Atyánk, imádkozunk a támogatóinkért is. Olyan sokan összefogtak, és olyan sok jósággal teremtik elé a mindennapi betevő falatot, kenyeret, tanszert, ruhát, télire a fűtést, és mindazt, amire szükségünk van. Áld meg jótevőinket, jó tetteikért. És végezetül halottainkért imádkozunk, hisz nagyon sokan régi tanáraink, nevelőink közül nem érték meg ezt a mai napot. Kisiskolás tanárainkért is imádkozunk számukra, adj örök nyugodalmat, te, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.